tavaszi napsütés ingyenesen kipróbálható gokárt pálya, kerékpárok, rollerek és más színes programok várták a családokat Nyíregyházán az Eisman városi úszoda parkolójában. Az esemény szervezője a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztési Fejlesztési Ügynökség ZRT volt, amely több napos rótsókat szervez a közlekedésbiztonság, valamint az elektromobilitás népszerűsítése érdekében országszerte. Miközben a szabad levegőn a diákok a zöld közlekedés örömeit élvezhették, csütörtök délután a Continental Arena egyik termében Nyíregyháza alpolgármestere arról számolt be egy workshop keretén belül, hogy a Vármegyei Jogú Város a lakosság és a környezetvédelmében szigorú monitoringrendszer dolgozott ki. A rendezvény céljáról Weingartner Balázs, a Humda igazgatósági elnöke azt mondta, mind a családokat, mind pedig a politikai és ipari beruházó szereplőket igyekeznek megszólítani a zöld életre valók kampányjal. Nagyon könnyen elhangoznak olyan kérdések, hogy te zöld vagy-e, zölden gondolkodsz, amelyekre hogy általában gyorsan rávágjuk, hogy igen. De ugye nem gondolkodunk erről, hogy pontosan mit jelent ez, mit is értünk mögötte, és mi mondjuk mit teszünk érte. Tehát a valóságban le tudtuk-e vetközni, vagy meg tudtuk-e változtatni azokat a tevékenységeinket, amik valóban zöldé tesznek minket. Egy kicsit ezt a hétköznapi világot hozzá el a zöld életre valók az elemeivel, és mellette pedig az a workshop, ami pedig most itt a beszélgető, itt az előadó partnerekkel elhangzott, az pedig inkább ennek egy kicsit a tudományos, gazdasági, társadalmi és talán ipari összefüggéseit jobban megvilágító oldalát adja, tehát hogy szeretnénk egy picit azt a helyi vezetők, a mind a politikai oldal, mind a tudományos oldal, mind akár az ipari oldal vezetőivel egy kicsit ilyen, mondjuk úgy kibeszélni, hogy mit is jelent a térség számára ez a zöld átállás, Fengártner Balás hozzátette, egy technológiai változás történelmi jelentőségű folyamatában vagyunk, ami a mobiltelefonok hatásához hasonlóan jelentősen meg fogja változtatni az életünket. Egy újabb ipari forradalom zajlik, ennek minden ö, ö, leágazó kísérő elemével. Ez a, egy, ezek az ipari forradalmak azért, ha visszanézünk a történelembe, általában egész társadalmakat változtattak meg, egész társadalmak hétköznapét alakították. át. ez valószínű, hogy előbb-utóbb most is így lesz, természetesen nem feltétlenül a mi életutunkban ránézve az elmúlt egy pár évben, de utólag visszanézve egy olyan technológiai váltáson megyünk át, mint nagyjából amilyet a mobiltelefonnak a önálló megjelenítése jelentett, hiszen emlékezzünk rá ott is, milyen gyorsan jött be az életünkben ennek a hétköznapja. És ugye ennek most látható módon a zöld átállás az éllovasa. A zöld átállás üzenete a karbonsemlegesség eléréséről szóltette hozzá a szakember, aki a nap többi előadójával egyetemben hangsúlyozta, a károsanyag kibocsátást mellőző elektromos autók a tudomány jelenlegi állása szerint elképzelhetetlenek akkumulátorok, illetve akkumulátor gyárak nélkül.